sajnos hát megtörtént a kiolvataskodás, és akkor lássuk az egészet. Onnantól, itt egy kicsi pihenővel, egészen fel odáig. Hát van egy olyan 25 méter biztosan. No, ez azért már látvány a javából. Ott mellette talán még valamilyen barlang is van a másik oldalon. Itt vagyok a léprák alatt, és csak most vettem észre, hogy mi tornyosodik fölénk. Az előbb is futottam már a fák között, de igazából innen ilyen egy lélegzet elállító ez a látvány, hogy megsüti a szikla tetejét a nap. Ez megvan legalább egy olyan 60-70 méter magas. Viszont ami előttünk áll, azért az se semmi. Tehát egy létra, láncos rész, még egy létra. No hát hajrá! A vízesés neve pedig ez a Nalepkove Vodopádi, tehát valamilyen lepkevízesés. És akkor még egy pillantás rá, ugye most itt van az a barlang, amit lentről mutatom, ott a túloldal. Vízesés pedig innen a szikla mögül jön, és íme az élményfürdő csúszda. Igen, egy kicsit azért föltörni a seggemet, hogyha kipróbálnám. Neked nem hiszem, hogy túl meleg volna a víz. És folytatjuk tovább a kapaszkodást. Még csak az első létre volt meg, ami természetesen, ha valaki elég kemény, akkor nem is használjon, a létre mellett jön. Például én is. Ez a létre elem, amit éppen itt most elhagyok, ez egy kicsit olyan Deák Billnak a kisöccse volt, az instabil. Viszont itt váltás következik, egy ilyen gyönyörű, fényesen csillogó, rozsdamentes szerkezetre. Itt azért már nem keménykedek, ez elég nehéz volna, bár nem lehetetlen, de azért maradjunk józanok. Nos, főleg, hogyha már csörgősipka van a fejemen, ugye, azért őrültségeket még nem kell csinálni. Tulajdonképpen a vízesés tetejére értünk, és igazából a vízesés még most se ért véget. Tehát itt van ez a lepkés, ami most kirektem oktatva, igazából ilyen legszebb vízesést jelent, mivel hogy a lepsés szóból jön, ez oroszul volt. És itt a folytatása, ami továbbra se semmi, azért sőt, hogyha jól látom, ott a vízesés mögött még egy kicsi barlangszá is van. Hát ez nagyon-nagyon izgi továbbra is. A hatalmas sziklaoron pedig lassan kezd már eltörpülni itt az általunk meghozított magasságok mellett. Most az előbbi vízesésnek az aljánál vagyok. Mondtam, hogy egy barlang van mögötte. Hát kérem szépen, tényleg. De hogyha megbocsátanak, akkor nem fogok bemenni. Így is már olyan, mint hogyha összehúgyoztam volna magam körülbelül. Nagyon csapja a vízes és a vizet. És még egy létre van hátra. Legalábbis, amit látok még. És mögöttünk a sziklaszúrdok, amit meghódítottunk. Láncokon, létrákon, és így tovább. És még van egy utolsó, ahogy nézem, búcsúzó vízesés ezek a bedőlt fákkal. Amúgy ez se volna kevésbé látványos. És az út az kivezet most már szép lassan így erre felé. De lehet, hogy még tévedek, és még lesz további látványosság is. Tartsanak velünk! Fölértünk ide, és egy visszatekintés közben észrevettük, hogy ennek a sziklának a tetejéről valószínűleg kiváló kilátás nyílhat a völgyre. És most megkíséreljük meghódítani. Egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, és mindenképpen megér egy próbálkozást, még hogyha valószínűleg tilos is. Nos hát sikerült, és ez a kilátást tárult itt elém, majd fölértem a szikla tetejére. Alattunk fekszik a Biela Voda, azt hiszem, hogy valami hasonló nevű település. Ott a Javító Nevelő Intézetnek az épülete éppen. Itt a gyönyörű őszi színekben pompázó lompullatóerdő.
ott pedig a Mogorva fenyves. És itt alattunk, ugye ez a Szurdok völgy, amint följöttünk, és innen látszik igazából, hogy tulajdonképpen nem hosszú az egész, mert onnan indult a városból, vagyis faluból, és eddig ennyit jöttünk csak. Ami légvonalban nagyon kevésnek tűnik, de azért volt benne kihívás bőven. Az út pedig itt errefele folytatódik tovább majd, de hát én úgy nézem, hogy már igazából itt megszelidül fönt a völgy, és már olyan igazi, lenyűgöző látnivaló már nem lesz. No, viszont a nap az már lassan lemenőben van, legalábbis itt a szemközti csúcs mögé, úgyhogy nem árt egy kicsit sietnünk. Az előbb ott voltunk a sziklának a tetején, ott a fák között még talán látszik és kivehető, és amint mondtam, utána valóban megszegül a völgy, már csak egy ilyen félig zúgó, félig vízesés kis képződményre futja, és ha jól nézem, akkor arrafele ki is fogunk majd mászni a völgyből. És itt van a pataknak a forrása, ez valószínűleg egy karstforrás, tehát kiható minden valószínűség szerint. Meglehetősen bővízű, és van egy ilyen kis kutyaház is, ami alól kipisül. Most felértünk a hegytetőre, most már tényleg, és véglegesen. Egy ilyen festői és tisztás van, egy menedékházzal, valamint kültéri konferenciateremmel, ahogy nézem. Hát valószínűleg itt szezonban nyüzsögnek a turisták, és ott a padok között költik el az ebédjüket vagy a sörüket. Most viszont, amint ez látszik, azért itt már kicsit havas a táj, pedig igazából nagyjából 1000 méteren vagyunk. A napon persze semmi ilyesmi nincs, de itt, ahol egész nap valószínűleg árnyék volt, megmaradt a hó. Most hát itt is vagyunk, ez a Geravi csúcs, vagy inkább turista központ, 1032 méter, és innen nyilván rengeteg túra indul. Mi most csak egyet csináltunk itt végig, és keressük a lefelé vezető utat. Nos, hát az az igazság, hogy nem bírtunk ellenállni a kísértésnek, és bejutunk ide az étterembe, a turistaház éttermébe, úgyhogy most tulajdonképpen az ebédet helyettesítjük ezzel a kis uzsonnaszerűséggel, ami pedig nem más, mint palacsinta és teja. Nem néz ki rosszul. Szóval kijöttünk az étteremből, ugye az a faburkolatú rész az étterem, és akkor tulajdonképpen ugyanúgy, ahogy jöttünk, jóformán, úgy indulunk vissza, csak most itt egy kicsit másik irányba térünk el. Ugye itt a kék jelzés, amint fölfelé jöttünk, az onnan jön, mi pedig a zöld jelzésen megyünk errefelé. A zöld jelzés az tulajdonképpen itt a libegő mellett vezet, legalábbis pillanatnyilag. És hát igazából, hogyha ez működne, akkor olyan volna a túra, de most itt van, itt egy helyben libeg. Szóval ha működne, akkor végsősorban fölfele volna egy érdekes, izgalmas túra, lefelé pedig egy ilyen kellemes libegés. Nos hát, a leírásokból is azt vettem ki, hogy ez inkább többször nem működik, mint ahányszor működik. A lefele út amúgy nem annyira izgalmas, mint a fölfelé vezető. Nyilvánvalóan nem is Szurdokban megyünk, csak egy ilyen szép erdei ösvényen, ami meglehetősen sziklás, és a sziklák nagyon jól meg tudnak bújni a fésen hullott avarban, úgyhogy nem árt odafigyelni.
illetve mondjuk sötétben nem ajánlatos ezt az utat végig gyalogolni. Hát azért mondjuk a libegőnek is eléggé merész a vonalvezetése, vannak benne ilyen lefele meg fölfele vezető részek is, biztosan érdekes lenne és izgalmas. Hát talán majd egyszer nyáron kipróbáljuk. Az úti néha szépen föl van fagyva, és kicsit havas, néha pedig baromira csúszik és sáros, ahol föl van olvadva. De itt most ez egy ilyen kis téliesített folt, ahol jövünk. Nincs nagy meleg különben. Szóval jól esett a forró teja az étteremben, az az igazság. Kabátot is kellett vennem, azért lefelé nem is nagyon melegszünk ki. Egy pár perccel ezelőtt meg annak a hatalmas sziklafalnak a tetején voltunk, és onnan lőttem egy körpanorámát, hogyha emlékeznek rá. Nos, hát azt mondtam, hogy ez az unalmasabbik út, mondjuk tényleg az, hogy ugye így vezet lefelé szépen, itt van ez a sziklakapu, és ezen megy keresztül a libegő, és most ilyen, nem is tudom, ilyen tűzszínekben ég az őszi erdő ott lejjebb, már szinte a gicsesség határát súrolja, de nagyon jól néz ki. Ugyanez egy kicsit lejjebbről, csak innen még színesebb, és még jobban látszik a Lanovkának a vonalvezetése, így ott a szemközti hegyre viszont fölugrik. Lemegy a völgybe, és aztán oda föl. És ezek a színek, ezek hihetetlenek. Már beértünk a faluba, fölöttünk tornyosul a hegy, ahonnan lejöttünk, és itt van egy ilyen hobbi traktár. Itt egy kicsit arrébb pedig valami új építészeti technológiát láthatunk, a szikszalaggal megragasztott házat. Szóval bezárult a kör, ismét itt vagyunk a tóparton, a parkolóban. Ugye nem mutattam a hotelt az elején, íme. Ha jön valaki, akkor ismerje meg. Tehát ez egy amolyan felvezető túra volt, összesen 6 km, és valamivel több mint 300 méter szint, és igazából mondjuk vendéglőzéssel együtt szerintem egy olyan 3 óra alatt teljesítettük is. Úgyhogy nagyon könnyű, nagyon teli van látnivalóval, tehát érdemes utánunk csinálni, és most majd folytatása következik a holnapnál.